Sziasztok, Open8899 vagyok, és igen, jól látjátok, ez itt egy Goat Simulator gameplay lesz. Azért mondtam ilyen lassan, mert laggoltam. Jaj. Játéktek, ez nagyon tetszik, egyszerűen olyanokat lehet benne csinálni. Itt például tudom, hogy van egy kastélyunk. Ez. Gold kastély. Nincs. Jössz és meghajolnak neked a kecskék. Ez azért szerintem ez teljesen jó. Ez bírom a legjobban. Ráadjunk és jó. Szerintetek? What? Jújjúj, ne jól lag. Na, ne laggol. Okay. Igen, a Smite gameplay, nem tudom miért, megint valami okok miatt, a konvertálás után, miután feltettem, azután vettem észre, hogy nem HD-ban van, hanem csak 480-ban. Nem 720-ban, hanem csak 480-ban. És nekem az... Nem tudom, hogy hogy sikerült összehoznom, de... Úgy van. Ezt annyira bírom, amikor megfogod az embert, és így elvülött húzni. Jó, itt is van. És nézzük meg ezt a fény változást. Yes. Ez én voltam. Elszakadt a nyelv, hogy mi van. Ide. Egy. Már csak négy embert kell ide hoznom. És hogy... Ezek itt... Na, meggyulladt. Rossz helyen volt. Ez a legjobb rész. Fogod, neki mész. És így azt látod, hogy gurul a szikra, de ezt az emberek észre sem veszik. Ott táncol, és semmi. Ez a játék nekem ez nagyon tetszik. Hát, nem, hát... Mondjuk játéknak. Ilyen szimulátor. De ajánlom mindenkinek, ez nagyon jó. Majd beszeretném nektek mutatni azt is, hogy hogyan lehet hívni az UFO-kat. Mert lehet őket is hívni. Nem a grísütőkre, hanem nem. Jött, oké. Van egy ház, amiben van egy ilyen kék cucc. Ezt le kell helyezni. Az egyik már lent van, csak a másikat nem kell megnézni. És lejönnek az UFO-k. De viszont nem szeretném most benne menni, mert akkor újra kéne kezdenem. Vagy elég újra születni, nem tudom. Na. Nem a széket, hanem azt az embert kérem. És megint már fogom a széket. Őt! Így is jó? De megint a széket fogom. Mi ez? Na, innen! E-betűvel bírjátok így megfogni. De amúgy, amikor történik a játék, akkor ott kiírja, hogy mivel mit lehet. Felugrasz, nyomod a jobb klikket, akkor bukfentezik, a Q-val így össze lehet esni, fel lehet állni, az F-fel pedig be lehet lassítani az időt. Ezeken az a fényváltozások annyira tetszik.
ide jössz, menj oda, lehet, amikor el szeretnéd engedni, és kész. Van csak egy ember. Még kell valahol lennie egy embernek. Csajnak, akkor nincs. Akkor hozunk valahonnan lassan. Hát ez nem pont csaj, de nem az egyik. Jön itt a csaj. Nézd, ha előhegy van. Gyere. Upp, összeestem. Gyere. Gyere ide, picikém. Behelyzitek. És nézzetek, mi fog történni. Majd a kecskét figyeljétek. Ó, élettem a gonosz kecske. Testem az valahova kikerült. Nézzétek meg. Milyen csúnya. Ezt a követ szerintetek el lehet mozítani egy nyelvvel? Jó, van egy eszem. Nem tártam el, nem látom el nekem. Tűzjáték rakétával fölmegyek, és húzom magam után egy messzi. Az játékra kéne mindjárt felrobban. Így. Hivatalos ez ilyen gyors lenne. Most szépen belassítom. Csat. Ez a kecske szó szerint túlél mindent. Az hova repült? Vittes. Na, most akkor nem mutatom, hogy az bufó. Ez itt a gazdán volt. Itt van a realizálása. Jaj, én driftere. Hogy milyen realizálja? Driftere egy kutya. És azt hiszem, ez a ház, ahol mondom. Úúúú, kell egy ember! Nézd ide csak! Gyere! Jaj! Elnézést kérek, hogyha most hallhatok valamit, csak észre a telefonon. És persze itt kell ilyen mellettem. Megfogjátok, ráteszitek és elnézést. Mondom, ráteszitek és elnézést. Csat! De nem így kell szóval történnie. Gyere vissza! Mondom... Oppá! Az de szép volt! Na jó. Ez a kis kék tud kell nekünk. Az a... Így. Elveszitek. Gyorsan kimentek. Hol a kék cucc? Elhagytam! Mami! Erre hol? Csináljak. Új, új, nem jó. Nem jó, nincs fel az a két út. Nem jön ide vissza. Csat. Mindegy, akkor nem bírom elfutni.
Fadós, nem hagyjátok el a kék, nem hagyjátok el a kék cuccot, ami, ahogy én tettem. Itt van ez a gabonakör, a versenykocsitól jöjjetek erre. Ez a kék cucc kellett volna. Annyit kell csinálni, hogy ráteszitek erre a kis oszlopra. Itt magától ráteszi. Vártok egy picit onnan abból, ahol most vasárkertre, abból az irányban meg fog érkezni egy UFO. Ha belementek, akkor ki fogtok kerülni az űrbe. És azt mondom, nem lehet visszajönni. És újra kell az respawnolni. Szerintem van egy olyan gomb, hogy respawn. Igen. Így, ennyi. Hopp, most elveszed az a... Tudsz. F. Paf. Ezt annyira bírom. Ezt a játékot nem lehet megvonni. És az embernek ez fel se tűnik, hogy én rohangálok és szétrekölötök mindent. Ott azon van egy kecske harctér. Nem tudom. Itt. Én nyertem, ne szóljál be. Nyomot adjátok az R betűt, akkor ez történik. Ilyenkor viszont nem szabad ütköznötök, mert akkor elkezdesz össze-vissza repülni. Ha valami előtt, például egy kocsót az főjük. Csak hullákkal működik? Akkor mindjárt meg tudjuk. Jó, de jó. Hopp, teljesítmény. Tesszük. Mindjárt összetekik mindenkit. És nem tudom, hogy mi történik, hogyha így előtt titeket egy autó. Ugyanígy, hogy nyomva tartjátok az R betűt egyfolytában, és ezt fogja csinálni. De először be kell vinnetek oda az öt embert, ahol én bevittem. Azután, hát most egy picit szaggatok. Hennye, hát mint a... Jönjön egy autóval a honnan. Figyeltek. Csak, ez történik. És nem lehet leállítani. Egyfolytában pattog. Ez így. Így képzeljétek el. Csak. Így össze-vissza. Így szia merre akar. Még nem egyszer csak abba hagyja. Most leesett egy kecske? Én most nem tudom, így fogok utazni. Ez egy könnyen megoldás. Így ilyenkor kinyomom az R betűt. Lassítást is. Benyomom. De gyönyörű esély. Ott van egy ember. Eddig is ott volt. Hú, de úgy kód. Ez darult, ezt annyira bírom. Viszont ahogy mászik, az kicsit fura. Nézzétek. A fejét így. Így lépked, de a feje meg így bugol az egész. Szóval így. Szerintetek? Az egy pici fura benne. Fölmegyek ebbe a daruba, és szerintem itt akkor el is köszönök tőletek. Jaj. De tényleg mindenkinek ajánlom ezt a játékot, mert nagyon jó. Megundi. Nem lehet. Mindig valami újat ki lehet találni. Az egészen el lehet hülyéskedni. És nézzétek csak, ebben a daruban van egy ember. Volt. Nem is látom. Hát arra háztól szépen előttünk. Na hát ebben a gyönyörű kilátása is szerintem el is köszönöm tőletek. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel. És nyomjatok egy lájkot. Sziasztok!